Hát két helyszín is van, egyrészt itt a fotóműteremben, ahol különböző videói installációkat lehet nézni. Az a modern része a fotószaknak. A régi, a fotográfiai eljárás régi időszakát pedig lenne a fotolaborban. Lehet újra megnézni, vagy végigélvezni, amikor is fototörténeti eljárás, egy-két eljárással lehet fényképet készíteni. Fotográfiának három különböző időbeli rétegével lehet megismerkedni, hát, természetesen a legmodern a digitális eszközök. Annak kezelése, használata, általános fotográfiai ismeretek, van egy nagyon korszerű és nagy műterem a hallgatók számára, ahol nagyon sokfajta problémát meg lehet oldani, korszerű lámpákkal, korszerű eszközökkel. Amiben hiányt szenvedünk, az a digitális képek kiprintelése vagy a szkennelés, ezeket az eszközöket remélem, hogy bízunk benne, hogy hamarosan meg tudjuk szerezni, és akkor teljes lesz a paletta. A második vonulat időben visszafelé az úgynevezett analóg fotográfia, azon belül is az ezüstbromidos, tehát amit legutóbb még műveltek 10-15 évvel ezelőtt Magyarországon is, akik fényképezéssel foglalkoztak. És aztán időben még visszább röpülve pedig az úgynevezett fotótörténeti eljárásokkal lehet megismerkedni, amelyek a fotográfia feltalálása után 5-10 évvel egészen a 900-as évekig jellegzetes technikái voltak a fényképészetnek. A fényképezés az ma rendkívül népszerű, ennek nyilván az is az oka, hogy nagyon sok mindennel lehet fényképet készíteni, hamar lehet eredményeket, legalábbis technikai értelemben eredményeket elérni, és ezért nem kell annyira megküzdeni a nyersanyagra, mint régen 20-30 évvel ezelőtt, ahol az előhívás kidolgozás minden fázisát meg kellett valamilyen szinten tanulni, és nem volt egyszerű fényképet készíteni. Na most nem könnyű fényképészként, alkalmazott fotográfusként vagy fotóművészként Magyarországon megélni, de ez a világ más részén is, más táján is így van, hiszen nagyon sok a fotográfus. Hát kettő fő szakirány van, amely a képzés útja. Az egyik az úgynevezett alkotói fotográfia, amelynek talán a lényegét úgy lehetne meghatározni, hogy a fotográfus a saját világát, a saját elképzeléseit nem megbízásra készít fényképet, hanem olyan dolgokat fényképez, ami róla szól, az ő világát, az ő gondolatait jeleníti meg. A másik vonal ez a bizonyos report vonal, amely természetesen több lehetőséget ad az elhelyezkedésre. Ezt a két irányt képviseli a szak most már, hiszen az első időben csak az első, most már a fotóriporteri képzés is elindult.